Igen, megint sikerült nagyot alkotnom. Figyeljétek majd azt a részt, amikor azt mondom, hogy hol van a link. Sziasztok! Ebben a videóban azt mutattam meg, hogy hogyan lehet futóhamokat csinálni Minecraftban. Hát akkor kezdjük is a bemutatóval, szóval itt vagyok ezen a homokplacon, és ha nem figyelek, és ide a középsőkre lépek, akkor elkezdek segíteni. Segítség! Igen, ha jól, sajnos ki lehet szúrni, aki kicsit figyelmesebb, az észreveheti, hogy hát talán kevesebb, igen, ez kevesebb, mint fél pixel. Tehát ennél közelebb nem tudtam hozni. Vagy ugyanekkorával volt fölötte, vagy alatta, de egyszerűen nem lehet úgy beállítani, hogy pontot legyen. Még egy kicsit ki is lóg a... Jaj. Kicsit ki... Most megint arrébb most visszacsúszott. Szóval vannak ilyen gondok vele. Szóval kicsit ki is lóg a pókháló, ugye attól süllyedek lassan. Igen. De szerintem jobb, ha kicsit lejjebb van, úgy nehezebb észrelni, mint ha följebb lenne. De lehet kísérletezni, lehet, hogy pont fordítva. Nem tudom. Mert ha így nézem, így egyáltalán nem látszik. Itt legalábbis. Ja, szóval... tehát itt van egy lyuk. Most elpusztítom őket. Itt van egy lyuk, amiben pókháló van. És arra, oda, erre, ezekre a helyekre idézünk Falling Sandet, ami csirke lovagol, csirkét választottam. Először Wither Skull-lal csináltam, de hiába adtam neki láthatatlanságot, valamiért időnként megjelent ilyen kevesebb, mint egy másodperc így fölvillant, nem értem a jelenséget, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy Silent, No AI-os csirke lesz ott. Most mutatom a kódot. Mindegyikben egyébként ugyanaz van, mert hát relatív hivatkozás. Falling Sand. Így, igen, itt látszik, hogy szórakoztam magassággal. Most ezzel a értékkel ennyit sikerült kihozni. És akkor, ugye a Falling Sandnek kell a time egy, különben azonnal eltűnik. Riding, azaz lovagol egy csirkén. No AI, Silent, ahogy mondtam. Ó, ez a Direction. Most már itt marad. Ez csak a... Na, gyorsan akartam mondani. A Wither Skull miatt maradt itt, de kitörölhető. De nem fog segíteni. És aztán Active Effects, hogy láthatatlan legyen. Most kipróbáljuk így. Nem, tényleg nem segít rajta. Mindig lejjebb van. Jó. Ez a két kommandó csak azért van, hogy létrehozzam a platformot. Az pedig töröl mindent, hogy az előbb láthattátok. Sajnos kell hozzá egy jelgenerátor is, hiszen ahogy építés közben kiderült, egy idő után eltűnik a Falling Sand. Gondolom, ha a time eléri a 600-at, ha jól értelmeztem, van egy ilyen tulajdonsága, hogy ez a time folyamatosan nő, és eléri a 600-at, akkor és Y0 fölött van, hát Y0 fölött vagyunk, természetesen mindig, akkor eltűnik. Úgyhogy csináltam egy elgenerátort, ami a Falling Sandnek a time-ját mindig egyre állítja. És akkor így elvileg hosszú távon is működik. Mindig. Nem csak homokkal működik, tehát van az a tile ID, és mi legyen mondjuk iron block, ezt kitöröljük, és valamit rosszul csináltam, oké. Okay. Gondolom hiányolja az idézőjelet és vagy a Minecraft 2-es pontot. Na, ennek gyorsan ránézek. Ja, igen, oké. Okay. Igen. Tehát ugye szövegesen kell megadni, de nem a tile ID-nak, ez még mindig számot fogad el, hanem a blokknak. Ez 1.8-as dolog, hogy mostantól szöveges azonosítókat használunk, már is működik. Tehát a blokkba. Így néz ki. Meg ugye bármilyen blokkot lehet, ilyen süllyedőset. Jó. Természetesen letölthető a pálya. Ott a link a videóban, ne kérdezzétek hol van, és 1.8 kell hozzá. Igen, ahhoz viszont nincsen letöltési link. A kézikönyv óvjon titeket. Sziasztok!